A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén 10. éve szervezte meg a Magyarok Kenyere elnevezésű programot Vajdaságban. A nyáron összegyűjtött mintegy 18 tonna búzából 10.700 kg-nyi lisztet őröltek a Borsos Malomban, amelyet most osztanak ki Vajdaság szerte. Magyar Kanizsára csütörtökön reggel robogott be a kamion a több mint 2 tonna liszttel. A Nagycsaládosok Egyesületén belül az idei évben 60 községbeli családnak jutott a lisztből, Barga Nagy Kornéliáék tavaly is kaptak, és az idén is nagy szeretettel fogadták az adománylisztet. Hát hiszem azt, hogy a legfontosabb teljesítmény az, hogy mivel fiaink vannak, ők a konyhában nagyon aktívak, úgyhogy mindenfélét sütöttünk, finom süteményeket, kenyeret, mindenféle pogácsát. Tehát az én fiam, mivel aktívak a konyhában, ezért ez egy ilyen nagy élmény, hogy közösen dolgozunk. Mindenfélét elhasználjuk teljes mértékben, úgy, ahogy egy nagy családban szokott lenni. Keverjük integrált lisztekkel, mindenféle más finomsággal. Sok magvat használunk, és így mondom az ünnepeket, meg főleg már készülünk előre, hogy miféle mézes fogácsákat sütünk, és ilyen. Lipták Tündéjék is a Nagycsaládos Egyesületen keresztül részesültek az adományban. 3 fiú gyermek van a családban, így az édesanyja szerint jól jön a támogatás, ugyanis 25 kg liszttel gazdagodtak. Mi nagycsaládosok vagyunk, 3 iskoláskorú gyerekem van, egy középiskolás és 2 általános iskolás, és ezen keresztül itt a Városházáról értesítettek, hogy részesülhetünk ebben a 25 kiló lisztben. Hát ez nagyon jól jön, mivel ünnepek is jönnek, meg hát azért csak 5 tagú családnál csak jobban fogy a liszt, meg hát minden más is. És akkor ez segítség, hogy minél könnyebben tudjunk előteremteni mindent a gyerekeknek is, meg magunknak is. A Nagycsaládosok Egyesülete mellett a Magyar Kanizsa Község Szociális Védelmi Szolgáltató Központja részesült még lisztadományban. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke a helyszínen kiemelte, a felajánlásoknak köszönhetően minden évben egy kicsit többet tudnak adományozni. Ez az idei évi búzaadományokat, ez 370-80 termelőnek az adománya, hiszen mindenkitől csak egy kis mennyiséget, egy zsáknyi buzát kértünk, meg is kaptuk, úgyhogy mi itt szeretnénk megköszönni a termelőknek ezt az adományokat, hiszen az a szlogenunk, amit a kezdetől is az ászlóshoz tűztünk, hogy a gyerek mosolya többet ér minden pénznél, az itt kifejezésre jut ezen az adományozáson keresztül. Az akció keretében idén 20 gyermekkel foglalkozó egyesülethez, kollégiumhoz, valamint a szorványban működő intézményekhez juttatnak el így lisztadományt Vajdaság számos településére.